Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm azok, akik itt vannak most személyesen Budapesten a Lourdes házban, a világ minden részéről, az óceánon túlról részfőket is. Barta Tusek Nébolya vagyok. Én Barta Tusek János vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétünkkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bátó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ács volt, mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, családi helyzetünk, házasságban élünk, 27 vagy 28 éve. Hát papíron 26, egyébként 28. De egyébként 28. Majdnem pontos vagyok. Majdnem jó. Magamról rövidre annyit, én kereskedelmit végeztem, és mára már, mint ahogy a párom elmondta, a PPH tanul csapatszervezés a fő tevékenységünk, és van egy lányunk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú Mester Coach és Boldogság Specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk Szedlacsik Miklós 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991 óta folyamatosan fejleszti, képzi magát. Mostanra világszinten is kiemelkedő tudással, tapasztalatokkal, képességekkel és gyakorlattal rendelkezik az üzleti élet, az ember, az élet, a világ működése, a problémák megoldása és megelőzése területén. 31 éve hozta létre a PPA közösséget. Ez a legrégebbi hazai tudásátadó szervezet, ami 100%-ban magyar és 100%-ban független vallástól és politikától egyaránt. Előadásai 10,000-ek követik folyamatosan a világ sok országában, és rohamosan nő azoknak a száma, akik általa akarnak fejlődni, és így sokkal jobb életet élni. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen érte el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Amit a jövővel kapcsolatban tanít, azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. 84 óta Budapesten él családjával. Feleségével, Szedlacsik Marianna, boldog családi élete van. 2 fiú gyermeket neveltek fel. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Szedlacsik Miklós kapott egy küldetést, és a küldetés megvalósítása az képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse oly módon, hogy közvetlen, fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjon át, amely által az emberek képessé válnak a szeretett korba, az aranykorba bejutni. Ennek a küldetésnek a megvalósításához kapott különleges képességet, amik egyedülállóak, és a küldetésnek mindent alárendelt. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretet korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy Ön is tartsa meg a mai képzésünket mesterünk, szervezetünk alapítója és vezetője, 13-as szintű igazgató, Szedlacsik Miklós mesterkócs. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé jelenleg halad a világ? Oké, köszönöm szépen. Mi baj van a jelenlegi világunkkal, ha már nem vagyunk vele elégedettek?
Elnyomás, tudatlanság. Hát, nagyon röviden ki tudnám fejezni, mi a legnagyobb baj, hogy nagyon rossz felé halad. Nem? Tehát ezen belül meg lehetne mondani, hogy mik azok a rossz dolgok, de igazából az, hogy nagyon rossz felé halad. És az ember így gondolkodik a jövővel kapcsolatban, ha minden szépen így halad tovább, hogy halad. Tehát most a nagyvilágunkat nézd, akkor mi lesz ebben a világban? Na most, ugye többször mondtam régen, nem olyan nagyon rég, hogy Putyint Nobel-díjra kellett volna jelölni. Miért? Mert egy nap alatt megszüntette a Covidot. Igaz, hogy létrehozott egy háborút, de akkor is, hát a háború az helyi, a Covid meg világviszonylatban volt, érted? Tehát lehet, hogy az ukránok nem adtak volna neki Nobel-díjat, de a többiek adhattak volna neki, nem? Mert emiatt, hát abban maradt egyik napról a másikra a Covid, nem? Na most. De hát így vakarhatja az ember a fejét, mi lesz akkor, ha nem lesz háború. Megint mi a fészkes fenét fognak kitalálni, hogy az embereket megfélemlítsék? Nem? Mert ugye ha jobban ezt megnézzük így visszamenőlegesen, akkor azt látod, hogy volt egy megfélemlítés 2020-tól egészen a háború kezdetéig. Mikor kezdődött? Február? 22. február. Igen, egészen odáig. Két évig volt a Covid, most két éve van már, ugye most már több mint két éve a háború. És hát gondoljuk végig, mi lesz akkor, hogy az háborút előbb-utóbb befejezik. Addig nincs nagy gond, még nem fejezték be. Tényleg? Gondold végig. Mi lesz, ha befejezik? Mi a rossz sebet fognak kitalálni? Érted, ezek a nagy okosok? Hogy a lakosság az félje, mert egy napig se lélegezhettünk fel, gondold végig. Egyik nap még Covid volt, másnap háború. Egy napig sem mondhattuk azt, hogy nincs semmi. Nem? Na most gondoljátok végig, hogy és emlékezzetek majd szavaimra, jó? Hogy lehet, hogy azért húzódik ez a háború, tudod, hogy legyen kellő idejük arra, hogy kigondolják és felkészüljenek arra, hogy mi lesz háború után. Következő nap rögtön, tudod, egyik nap befejeződik, de másnapra kell valami, hogy legyen utána. Mert így volt a Covid után. Egyik nap még Covid volt, másnap háború. Vagy úgy volt, hogy még volt Covid, jött a háború, és másnap már nem volt Covid. Jó? Tehát akkor valahogy így képzeljük, hogy befejeződik, mielőtt leírnák azt, hogy befejeztük a háborút, előtte napra ki kell valamit találni, tudod? Nehogy egy óra is legyen valami nélkül. Csak úgy, ha végig gondoljátok, mintha ezt a logikát követnék. És egy kérdés van. Illetve kettő. Az egyik, hogy mikor fejezik be. Mire befejezik a háborút, felkészült lesz-e arra, ami utána lesz? Ez a kérdés.
Vagy? Hát sodródsz az ára, mint egy falevél a folyón. Körülbelül. És arra halad a falevél, amerre sodorja a víz. Míg el nem merül. Ugyanúgy, te is. Sodródsz az ára, addig, míg el nem merülsz. Tehát ezt azért mondom, hogy erre igen nagy esély van. Több az esély, mint hogy nem így lesz. Érted? Na most onnantól kezdve te vársz a szerencsére. Hogy hogy lesz? Tehát, hogyha megnézel okos embereknek előadásait, kit értek ezen? Kiket? Hát olyan embereket, akik embereket tanítanak. Mire? Nem valami szakmai dologra, hanem életre, vagy egyéb olyan dolgokra, ami esetlegesen hasznos lehet az életben. És megnézel ilyen okos embereknek a tanításait, mind elmondja, hogy mi várható valamilyen szinten, hogy készülni kell arra, hogy a jövő rosszabb lesz. De ez természetes dolog is, hogy rosszabb lesz. Mert nem tud jobb lenni. Tehát mert olyan gazdasági környezetben vagyunk, hogy nem tud jobb lenni. De, mondok példát, jó? A Covid alatt a legtöbb vállalkozásnak visszaesett a bevétele. Mi a Covid alatt egy év alatt annyit nőttünk, mint előtte 9 év alatt. Tehát a Covid első évében annyit nőttünk, mint előtte 9 év alatt. Érted? Ezt miért mondom? Tehát, hogyha megnézzük, akkor mi a Covid időszakban egy menedék voltunk, egy hajó. Azon a hajón, ami az ár tetején úszott, érted? És minket nem sodort el az ár. Rengeteg vállalkozás tönkre ment a Covid alatt. Az összes ilyen tanító elmondja, hogy a nagy problémákat, ami várható a jövőben, azt igazából nem a családok fogják túlélni, mert a család ahhoz kicsi. Közösségek fogják túlélni. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a családok is beletartoznak majd közösségekbe, és közösségek segítségével túlélhető a jövő. De ha valaki nincs egy közösségbe, amely révén majd túlélheti a jövőt, megnézheti magát. És a közösség az nem a Facebook lesz, nem is a TikTok, vagy valami hasonló. Jó? Mert az virtuális közösség, és nem valóságos közösség. A közösség az nem olyan, mintha te úgy élnél párkapcsolatot, hogy nem is találkoztok. Akkor az virtuális párkapcsolat lenne, nem? Gondold végig,
Biztos, hogy vannak köztetek olyanok, akik esetében, nyilván jellemzően a férfiak, mondjuk olyan munkát végeztek, amivel hosszabb ideig, napokig, vagy akár hetekig nem voltak otthon. Például mondjuk kamionos volt. És hát nem belföldi kamionozásról beszélek, hanem külföldi. Hát, akkor nem tudtál a pároddal párkapcsolatot élni, nem? Mikor ő távol volt, most mindegy, hogy a férfi volt távol, vagy a feleség, mert a feleség volt mondjuk otthon, a férfi meg mondjuk valahol távol. És az már nem közösség, érted? Tehát az nem párkapcsolati közösség, amikor nincsenek hosszú ideig együtt, érted? Na most, a párkapcsolati közösség az így működik, hogy együtt vagyunk. Minimum éjszaka együtt alszunk, nem? Tehát nekünk, ugye én sokat dolgoztam világéletemben, és sokszor későn mentem haza. De együtt voltunk, értitek? Éjszaka legalább. Na most miért mondom ezt? Mert az a közösség, akik együtt vannak. Érted? Ha két ember összeházasodik, de sose találkoznak, az nem párkapcsolat és nem közösség. Érted? A közösségről akkor beszélünk, ha emberek találkozhatnak egymással. És mi a közösség igazi alapja? Egy párkapcsolati közösségnek mi az igazi alapja? Egy szó. Szeretet. Így van. Ez az alapja. A párkapcsolati közösségnek az alapja a szeretet. Na most, akkor mi lehet egy bármilyen közösségnek az alapja? Na mi lehet? Ha ugyanez. Szeretet. Bátran mondjátok ki. Szeretet. Tehát minden közösségnek az alapja, ez kellene, hogy legyen. Oké? A szeretet. Tehát akkor tud túlélni egy közösség, ha ott az emberek szeretik egymást. Világos? Egy párkapcsolat akkor él túl, hogyha az emberek szeretik egymást. A párkapcsolat, mondom még egyszer, is közösség. Az a legkisebb közösségi egység. Oké? Ennél nagyobb közösségi egységek maguk a közösségek. Ha nem szeretet alapon működik, akkor azok a közösségek szétesnek. Ezért volt az, hogy gyakorlatilag az MLM-es közösségek, azok a Covid alatt szó szerint szinte szétestek. Oké? Szinte szétestek. Mi nem. Mi annyit nőttünk egy év alatt, mint 9 év alatt előtte. Érted? Tehát nekünk miért sikerült ezt megcsinálni? Mert a mi közösségünk a szeretetre épül. Érted? Tehát nem lehet az embereknek olyan dolgokat tanítani, amit hasznosítsanak is, ha az nem a szeretetre épül. Világos? És egy közösség nagyon-nagyon sokáig, mondhatjuk azt, hogy a végsőkig fent tud maradni, ha annak az alapja a szeretet. Tehát a párkapcsolatok is a végsőkig fent tudnak maradni. Mi a végső? Hát valamelyikük haláláig fent tud maradni, ha az a szeretetre épül. Tehát mi olyan embereket keresünk, akik tudnak szeretni,
és szeretnének jobban szeretni. Oké? Tehát itt van egy szereteten alapuló közösség. De ennek a közösségnek nem csak a szeretet a mozgató rugója, hanem a célunk. De nekünk nem célunk van, hanem küldetésünk. Érted? Ennek a közösségnek küldetése van. Ugyanúgy, mint az emberiségnek küldetése van. Na most, mondok egy példát, jó? Nagyon meglepő lesz az, amit mondok, és egyesek meg fognak botránkozni rajta. Jelzem előre. Szóval, volt egy olyanunk, egy királyunk, aki nem hiszi, hogy királyunk volt, menjen el Lengyelországba egy katedrálisba, mit tudom én, melyik város, már elfelejtettem, lehet, hogy elmentettem. Sőt, biztos. És fel van sorolva az összes magyar király. Jó? Képzeljétek el, Lengyelországban van felsorolva az összes magyar király. És mind le is van festve. Az összes. Egészen az utolsókig le van írva. Képzeljétek el. És, ha jól emlékszem, úgy van megcsinálva, hogy Attila előtt volt még 5 királyunk. Tehát a nagy hun király előtt még 5 királyunk. Érted? De az azt jelenti, hogy az a mi királyunk is volt, hiszen mi hunok vagyunk. Csak erről tagadóban van a hivatalos rész, bár ha valaki nem látta az augusztus 20-ai tűzijátékot, akkor szerintem az a neten fönn van, és akkor nézze meg, hogy Attiláról volt a legtöbb szó a tűzijátékban. Szó szerint, mert ugye volt egy narrátor a tűzijáték alatt. És Attiláról volt a legtöbb szó. Na mindegy. Szóval, ő egy királyunk volt. És Attilának volt egy küldetése, az volt a küldetése, hogy feloszlassa a római birodalmat teljes egészében. Ez volt a küldetése. Ehhez kapott képességeket. És képzeljétek el, ez egy olyan küldetés volt, amit a valamelyik jó istenek patronálták. És hogy ez ne valósuljon meg, na itt kezdődik majd a megbotránkoztató rész, hogy ez ne valósuljon meg, azt csinálták a rossz istenek, hogy létrehozták birodalmon belül, Attila birodalmán belül, Ukrajna területén, jó? Mondhatjuk ezt, hogy egy kicsit a hátába hozták létre Attilának, egy kazár zsidó vallást. Ugye kétféle zsidó vallás van. Nem egyforma, vannak ezek a harcos zsidók, ezek a öljünk meg minden gojt zsidó, meg vannak a normálisak. Tehát az egy ilyen új zsidó vallás volt. Jó? Tehát a régi zsidó vallás az állítólag ugye Mohamedtől származik. De egy új zsidó vallás. És annak az volt a küldetése, hogy megöljék Attilát. Oké?
Oké, és feloszlassák a hun birodalmat. Ez volt a küldetése. Érted? No szóval, ezt most csak azért mondom, hogy tiszta és világos legyen egy kicsit a történelmünk is. Jó? De térjünk vissza oda, hogy nekünk van egy küldetésünk. És mi leszünk a idézőjelbe a modern Noé és bárkája. Oké? Ami azt jelenti, hogy meg kell menteni azokat, akiket lehet. És akik hisznek abban, hogy baj lesz. Noé, nem tudom, tudjátok-e, hogy kiket tudott megmenteni. Noé azokat tudta megmenteni, akik hittek abban, hogy baj lesz. Ugyanis akik nem hittek abban, hogy baj lesz, azok nem értek oda, amikor baj lett. Akik hittek abban, hogy baj lesz, ott voltak, amikor baj lett. Világos ez? Noéval tartottak már akkor, akiket sikerült Noénak meggyőzni arról, hogy baj lesz. Oké? És azokat tudta megmenteni, akik hittek Noéban, és abban, amit ő mondott avval kapcsolatban, hogy milyen baj lesz. Ugye ő megmentette az embereket, akiket lehetett, a vízözöntől. Nem vízözöntől kell megmenteni az embereket, hanem a pusztulástól. És ez a pusztulás, ez nem vízözön formájában fog létrejönni, hanem kétféle formában. Jó? Ott, ahol nincs magas életszínvonal, hanem alacsony az életszínvonal. Ott volt rá próba, úgy hívják, hogy vírus. Jó? A vírus fogja hozzásegíteni őket, hogy meghaljanak. Nem kell. Sokkal komolyabb vírus, ne érts félre, mint a Covid volt. Jó? Na simán az emberek el fogják hinni, hogy halálos. Jó? A másik, a nyugati társadalmat másként akarják megsemmisíteni. Úgy, hogy elveszik a pénzük vásárló értékét. És az emberek jó része ebbe bele fog halni. Na most gondolkozz, mit lehet tenni a vásárló érték elvesztésével? Mit lehet tenni? Ugye a vásárló érték elvesztése azt jelenti, csak közben mondom, míg gondolkodsz, azt jelenti, hogy a pénz értéke nagy mértékben romlik. Hónapról hónapra, évről évre. Mit lehet ebben kapcsolatban csinálni? Tessék? Nagyon jó, így van. Meg kell növelni olyan mértékben a havi, éves bevétel, ami a pénzromlás felett van. Mit tudom, én nem néztem utána, de mondok egy adatot. Itt ül egy házas pár elől.
És az aranyhoz képest 43%-kal romlott a forint. Tehát az arany 43%-kal javult a forinthoz képest. Megnézzük mondjuk az ő jövedelmüket egy év alatt. Nekik jóval magasabb mértékben nőtt egy év alatt a jövedelmük, mint amilyen mértékben a forint romlott. Érted? Tehát egy normális ember nek tudnia kell azt, hogy mit kell tenni, ha baj van. És tudni kell, nagyon egyszerű szabály, hogyha növelik az inflációt, tök mindegy kik, nem ez a lényeg, a bevételednek nagyobb mértékben kell növekedni, mint amekkora az infláció. És nem kicsivel, hanem jóval. Mondjuk kétszer, háromszor, akár. Érted? Na most, de ehhez mit kell csinálni? Hát az embernek olyan tevékenységbe, vállalkozás jellegű tevékenységbe kell kezdeni. Miért mondom, hogy vállalkozás jellegű? Mert az alkalmazott jellegű tevékenység, abban nincs döntési pozíciód. Helyetted mások döntenek. A vállalkozás jellegű tevékenységben pedig van döntési pozíciód. A dolgok úgy történhetnek, ahogy te akarod. Alkalmazotti jellegű tevékenységben nem úgy történnek a dolgok, ahogy te akarod. Szóval, vállalkozás jellegű tevékenység, de mi a lényege a vállalkozás jellegű tevékenységeknek? Nézzük meg, jó? Jó, nézzük, menjünk, haladjunk. Jó, sokat kell itt lapoznom, elnézést kérek. Na, itt van. Tehát bárhol a világon, milyen egy igazán jó pénzteremtő tevékenység, jó? Nézzük meg. Minél alacsonyabbak legyenek az induló és működtetési költsége. Egyet értetek vele? Oké. Kettes. Kezdésnél még ne kelljen rá vállalkozást nyitni. Egyet értetek vele? Három. A jövedelemnek ne legyen felső korlátja. Mert az inflációnak sincs felső korlátja. Főleg, ha évről évre van. Világos? Nézzük tovább. Legyen passzív jövedelem. Tehát, amiért az ember egyszer megdolgozott, rendszeres jövedelem legyen, azt követően is. Ez jelenti a passzív jövedelem. Egyet értetek? Ötödik. Szabad életet adó passzív jövedelem legyen. Tehát nem csak egy kis passzív jövedelem, hanem olyan passzív jövedelem, amely szabad életet nyújt. Akkor is legyen tehát jövedelem, ha a tulajdonos akár hosszabb ideig nem dolgozik. Egyet értetek? Elég sok vevő legyen, aki megveszi a terméket vagy a szolgáltatást. Az a baj, hogy én csak itt a terem elejét hallom. És akik engem hallgatnak, ugyanúgy csak a terem elejét hallják. És a többiek ott hátul, ti nem értetek ezzel egyet? Oké, rendben, köszönöm. Van hangotok? Jó, szuper, nagyon jó. Nézzük a hatost.
elég sok vevő legyen, aki megveszi azt a terméket, vagy azt a szolgáltatást, amit az üzleted nyújt. Oké? Egyet értetek vele? Köszönöm. Na, hallom, hogy van hangotok. Hetedik. Tisztességes vállalkozás legyen, amely nem az emberek kizsákmányolásán vagy átverésén alapul. Egyet értetek vele? Köszönöm. Amennyiben a vállalkozás fejlődése elakad, akkor a tulajdonos kaphasson segítséget a továbblendítéshez. Egyet értetek vele? Köszönöm. Kilencedik. A tevékenység kidolgozott, másolható rendszerű, és ezáltal azonnal elkezdhető legyen. Egyet értetek vele? Köszönöm. Tizedik. Kötetlen munkával bárhonnan végezhető legyen. Tehát nem számít, hogy éppen hol vagy a világban, bárhonnan tudjad végezni. Egyet értetek vele? Köszönöm. 11. Kockázatmentes tevékenység legyen. Ne lehessen belebukni. Érted? Egyet értesz vele? Köszönöm. 12. Konkurenciamentes tevékenység legyen. Ez is fontos? Köszönöm szépen. Gazdasági helyzet negatívan ne hasson rá. Pozitívan hathat rá, nem? Na, akkor negatívan ne hasson rá. Egyet értetek vele? Köszönöm. A több lábon állás segítő tevékenység legyen. Ebben is egyet értetek? Hát most, ha egy lábon áll az ember, könnyen ki lehet rúgni, nem? Azt az egy lábat. Kettőt már nehezebb. A munkavégzés gyorsan követő legyen a havi jövedelem. Tehát ne olyan legyen, hogy dolgozol most, azt fél év múlva jutsz a jövedelemhez, vagy három év múlva, nem? Egyet értetek vele? Köszönöm. A vevőkör épülhet idegenekre és ismeretségi körre is. Ezzel is egyet értetek? Köszönöm. Kicsit halkult az egyetértés. Tizenhetedik. Otthonról is végezhető legyen. Ne kelljen hozzá iroda, üzlethelyiség, műhely vagy raktár. Egyet értetek vele? Köszönöm. Ó, ez jó volt. Legyen közös cél, amivel az emberek egyet tud, amivel az emberek egyet tudnak érteni. Egyet értetek vele? Igen. Köszönöm. A dolgozók ne alkalmazottak, és ne konkurenciák legyenek egymásnak, hanem társak. Egyet értetek vele? Igen. Nagyon jó. A pénzt és szabadságot teremtő tevékenységben ne fáradjon, illetve ne rokkanjon bele az ember. Ezzel is egyet értetek? Igen. Köszönöm. A világon csak egyetlen egy szervezet felel meg ezeknek a feltételeknek. És az a PPH. Egyet értetek vele? Igen. Köszönöm. Na, egész jobb előjöttetek a végére, úgy hallom. Szóval, ezt azért kellett elmondanom. Hogy tiszta és világos legyen, hogy az embereknek van lehetőségük arra, hogy felkészüljenek. Tehát, mondok példát, jó? Itt volt ez a Covid időszak. Elmondtam az imént, hogy Covid időszak alatt, egy év alatt többet nőttünk, mint előtte 9 év alatt. Tehát a második évet már nehéz lett volna fölül
Tehát a második évnek nehéz lett volna felülüberelni az elsőt, mert ott már egy év alatt annyit nőttünk, mint előtte, 9 év alatt. Tehát akkor ugye a második évnek meg már valami brutál nagy növekedése kellett volna lenni, hogy el tudtuk volna azt mondani, hogy mondjuk többet nőttünk, mint előtte 10 év alatt. Ezért ugye nyilván a második évnek már nem tudott akkora növekedése lenni, de az is akkor is növekedésben volt. Na most nézzük tovább. Ezt azért hozom föl példának, mert nekünk az, hogy amifelé megy a világ, az jó. Érted? Itt egy gond lesz, hogy vajon a környezetedben lévő embereknek mennyire lesz jó, vagy mennyire fogsz nekik segíteni, hogy nekik is jó legyen. Érted? Ez a kérdés. És ez a fő kérdés, mert itt a jövő arról szól, hogy kivel mit fognak tudni elhitetni. Érted? És azokkal, akikkel tücsköd bogarat el tudnak majd hitetni, azok megcélozták a temetőt, mint cél. Mert ez úgy működik, hogy minél tudatlanabb egy ember, annál inkább el lehet hitetni vele bármit. Tehát a tudatlanság ellen egyetlen orvosság van, a tudás. De az emberek azt gondolják, hogy hát nekem van egy jó szakmám. De bárkinek, akinek jó szakmája van, még olyat nem láttál, hogy elvált? Vagy az emberekkel nem túl jó volt a kapcsolata? Tehát a jó szakma az még nem jelenti azt, hogy ezeken a területeken, gyár mutatom, hoppá, már túlmentem, túl gyors, itt van, hogy ezeken a területeken tud boldogulni. Mert valahogy, nem hogy a szakmában nem tanították, de még az általános iskolában sem. Pedig ha megnézed, ez a 10 terület, hogy te tudjál bánni önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel, ez általános tudásnak kellene lenni. Vagy rosszul látom? Köszönöm. De a többiektől is vártam volna hasonlóképpen. Köszönöm szépen. Tehát nem általános iskolába kellett volna ezt tanulni? Köszönöm. De hogy se tanították? Na, ezt az aktivitást szeretem, ez király, nagyon jó. És akkor hol lehet ezt megtanulni? Nagyon jó. És mikor lehet megtanulni? Most, így van. Érdemes várni. Így van. Nem, nem érdemes. Csak az emberek, tudod, olyanok, mint a Bibliában van a hitetlen Tamás, tudod. Hogy azt hiszik, hogy minden rendben lesz. Megkérdezném a hitetlen Tamásoktól, hogy mi lett úgy rendben, hogy nem kellett beletenni energiát. Szerintetek? Így van, semmi. Így van. Tehát semmi nem lett úgy rendbe, hogy nem tettünk bele energiát. Bármi úgy tud rendbe jönni, hogy beletezünk milyen energiát?
Pozitív. Így van, pozitív energiát. Nem akármilyet, pozitív energiát. Mert ha negatív energiát teszünk bármibe bele, akkor az, annak felgyorsítjuk a tönkre menetelét. Tehát pozitív energiát kell beletenni. Mondom a hitetlen Tamásoknak, hogy pozitív energia beletétele nélkül, tehát tettek nélkül, gondolkodás nélkül, nem jön ki belőle olyan eredmény, mint amit szeretnénk. És ha körülnéztek a világban, akkor nem azt látjátok, hogy a hatalom az arra törekedne, hogy az embereknek jó legyen. Éppen beszélgettem az Amerikából jött tanulónkkal itt a szünetben. Tehát Amerikában él, és onnan jött ugye a szemináriumra. És tudod, mit mondott? Szóba került a Covid. És azt mondta, hogy a Covid időszak alatt Amerikában, tudod, mi volt? Nem is tudtuk. Hogy olyan szinten kötelezővé tették az oltást, hogy kirúgták a munkahelyéről, aki nem oltott, például őt is, és nem hagyták őket tankolni. Gondold végig. Azért vett villanyautót, mert nem hagyták tankolni azokat, akik nem oltatták be magukat. Nem is tudtunk róla. Gondoljátok végig. És akkor megkérdeztem, hogy ez melyik kormány alatt volt. Mert ugye akkor volt kormányváltás pont Amerikában. 21-ről, hogy is? 20-ról 21-re. Igen, úgy volt pont a kormányváltás. És azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy melyik lett volna. Tök mindegy, hogy Trump, vagy Biden. Oké? Tök mindegy, ugyanazt a utat végig csinálták volna. Érted? Tehát most gondoljátok végig, van már olyan minta is, ami azért brutál volt. Tehát nem tudtak tankolni azok, akik nem oltották be magukat. És tudod, mit mondtak a barátok? Nem lehetett őket megkérni arra, hogy mennyi tankoljál, mert te beoltattad magadat. Mert kialakították az ellentétet az oltottak és a nem oltottak között. És nem mentek el beoltatni magukat. És azért ugrott meg az autó, elektromos autóvásárlás, mert azt lehetett otthon tölteni. Érted? Nem semmi, mi? És soha nem nyaltuk így még az amerikaiak hátsóját, mint az elmúlt években kezdtük. Érted? Tehát soha nem mentünk még így az ő lábnyomokban, mint ahogy ők járnak. Szép, derűs világ. Oké? Szép, derűs jövő. Most úgy vannak vele a hatalom, a globális elit, ahova beletartoznak a vezető politikusok is természetesen. Úgy vannak vele, hogy el vannak most az emberek itt a háborúval, arra rá lehet fogni mindent. És mi lesz utána? Nem végtelen időtartamig lesz az a háború, vagy lesznek ezek a háborúk, amik vannak. Szóval, mi a megoldásod? Egy megoldás van. Most mondok példát. Én elektromos autós ellenes vagyok, voltam,
leszek. De ha nem lenne tankol, nem lehetne tankolni, akkor azért, hogy tudjak menni, vennék gyorsan egy elektromos autót. Ideiglenes jelleggel, érted? Milyen egyszerű? Olyat, amit otthon is lehet tölteni, tudod. Nekünk az olyan nagyon nagy problémát nem jelent, hogy otthon töltsük, tudod miért? Mert azt mondja, hogy 10-20 kilovattal tölt, az összes fűtésünk az 20 kilovatt egyszerre. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy olyan házunk van, amivel 20 kilovattot tudunk működtetni. Három fázison keresztül, természetesen. Szóval, és csak mondom, hogy tehát a jövő az úgy működik, hogyha neked van elég pénzed, és elég gógyid, akkor bármilyen helyzet van, úgyis megtalálod a megoldást. Érted? Tehát ahhoz, hogy az ember túléljen, ahhoz két dologra van szükség. Tudásra, és egyelőre pénzre. Érted? Mert még nem tartunk ott, hogy nincs szükség a pénzre. De nem csak a készpénzre, ne érts félre, hanem a pénzre. Mert úgy akarják, hogy ne legyen szükség a pénzre, hogy a készpénzre ne legyen szükség. Hogy legyen virtuális pénz, amivel úgy játszanak, ahogy akarnak. Érted? Az értékével is. De egyelőre hála Istennek a pénz az kell. Miért hála Istennek? Mert ebben a világban hála Istennek. Még jó, hogy van pénz. De ezzel, hogy van pénz vagy nincs pénz, egy kiválasztódás is lesz. Oké? Tehát én azt mondanám, hogy fel kellene kötni a fehér neműt. És tenni kellene azért, hogy legyen elég tartalékod. Érted? És ha baj van, akkor anyagi szempontból bármit megtehess. Ennek két feltétele van. Jó? Először is, hogy jóval többet keres, mint amennyit költesz. Oké? Jóval többet. Tehát minél hamarabb, minél több pénzt meg tudj takarítani. Nem feltétlenül pénzben kell megtakarítani. Jó? Mivel ez nyilvános, nem mondom el hogyan. Jó? Szóval, és akkor nézzük tovább. Tehát minél hamarabb, minél többet. És ehhez hozzátartozik az is, hogy lehetőleg minél kevesebbet költs. Őszintén, ki az, aki szeret költekezni? Én nem teszem föl a kezem. Kezeket, aki szeret költekezni. Na, nagyon takarékosok vagytok, nagyon tetszik. Jó. Mondom, nagyon takarékosak vagytok, mert alig láttam kezet, vagy nem mertek őszintén beszélni erről. Tehát el kell oda jutni, hogy ne szeress annyira költekezni, jó? Tehát nézni kell egy nagyon egyszerű módszert. Most adok egy módszert, jó? De nem fogom részletesen elmondani. Ezért nem is adom át a technológiát. Az a képzés része.
Mérlegelni kell, hogy melyikkel jársz jobban. Hogy szeretsz költekezni és költekezel, vagy gondolsz a jövőre, és takarékoskodsz. Jó? Mérlegelni kell. Akik tanulták a mérlegelést, tudják, mit jelent. Jó? Akik meg nem tanulták, kérdezzék a vezetőiket. Jó? És lényeg az, hogy készülni kell. Tehát én a Covidnál is azt láttam, akinek volt elég gógyia, ezt még egyszer mondom, és volt elég, hogy is mondjam, gógyia az elég volt. Volt elég gógyia, azt nem viselte meg a Covid. Semmilyen szinten. Jó? Na most akkor nézzük még, miért jó nekünk ez a helyzet. Ugye mondtam példaként, hogy amikor Covid volt, akkor nagyobbat nőttünk. Tehát ezt tudjuk jól, hogy mi olyan tevékenységgel foglalkozunk, hogy minél nagyobb a baj mentálisan az embereknél, minél több a félelmük, stb. Stb. Annál jobban mi vagyunk az egyetlen megoldás számukra. Oké? Ilyen egyszer. Tehát olyan, mintha a világ mifelénk terelné az embereket. Érted? És hát ez nem rossz, mert nem ezt láttam más szervezeteknél. Nem ezt láttam, hogy a baj nekik dolgozna. Nálunk a baj minél globálisabb, annál jobban nekünk dolgozik. Tehát itt egy probléma lesz, hogy te mennyire sajnálod azokat az embereket, akik kénytelen, vagy nem akarnak a jövőbe nézni. És mennyire fogod sajnálni őket? Ez a kérdés. Addigra meg kellene tanulni nem sajnálni az ilyen embereket. Tényleg. És ez nem pessimizmus, ez abszolút optimizmus. Hát, hogyha a világ alakulása nekünk dolgozik, akkor ebben mi a pessimizmus? Tehát az embereket meg kell menteni. Szó szerint. Tehát még egyszer mondom, a tudatlanság lesz kihasználva a következő években. Oké? És a tudatlanság révén el lehet érni azt, nem mi fogjuk, a hatalom éri el. A tudatlanság révén azt, hogy az emberek természetes halálba tömegesen elhunjanak. Oké? Miért? Mert pontosan tudják, hogy az emberek hogy működnek, milyen helyzetben. Ezt most le is tesztelték a Covid alatt. A teszt az sikeres volt a részükről. Ezt már az elején mondtam, hogy tesztelik az emberek tűrőképességét. És egyéb más dolgot is sikerült letesztelniük. Természetesen nem csak ezt. Szóval, ha velünk tartasz, lesz megoldásod. Ha nem, nem tudom, hogy lesz-e megoldásod. Inkább ezt mondom. Jó? Nem valószínű, hogy lesz megoldásod. Oké? És most kérdezed azt, hogy de hát anyagi szempontból hogyan lesz megoldásod? Nagyon egyszerű. Nálunk van egy tandíj. Jelenleg a tandíj 76%-ra, 76%-a felosztásra kerül azok felé,
akik a szervezésben részt vettek. Nyilván megvan egy arány. Hogyan, miféleképpen? Rendszer ki van dolgozva. De ez így működik. Ami azt jelenti, hogy itt az asztaloknál ülők jó része már ebből él. Oké? Okay. Ők nem csak közvetlenül részesednek abból, hogyha valaki itt tanul, hanem közvetve is. Mert hát közvetve bárki, aki a csoportjában van, hozzásegítette ahhoz, hogy ő tanul lehessen itt. Ezért ilyen formán van jövedelmeztetve az, hogyha valakinek valami tetszik, például az, hogy itt mit tanul, milyen dolgokat tanul, nézzük gyorsan, itt vannak, 25 nagy témánk van, az alapok alapja az etika. Itt tanul, mennyire tette jobbá az életét az itt lévő működése, és elmeséli ezt másoknak. Ez olyan, mint hogyha találkoztál valami jó dologgal, és akkor másnak elmeséled. Találkoztál egy jó dologgal, másnak elmeséled. Most az, hogy személyesen találkoztál avval az illetővel, vagy interneten keresztül, ez most részletkérdés. Mennyi a tevékenység? Jó? És az illetők, akik ezzel foglalkoznak, meg tudnak belőle élni. Méghozzá úgy, ahogy elmondtam, hogy évről évre a jövedelmük nagyon mértékben tud emelkedni, akár többszörösen, mint az infláció. És itt a PPH-nál ezt nagyon régóta megtapasztaltuk, hogy az aktív embereknek a jövedelme az nagyon mértékben tud növekedni, mint az infláció. Akár többszöröse mértékében. És az azt jelenti, hogy az ember nyugodt tud maradni. Mert nem lesznek anyagi gondjai. És ez úgy működik, hogyha az ember nyugodt, akkor tud gondolkodni. Egy nyugtalan embernek nyugtalan gondolatai lesznek. De a megoldást mindig a nyugodt gondolatok hozzák, és soha nem a nyugtalan gondolatok. Tehát ha te azt szeretnéd az életedben, hogy neked nyugodt legyen az életed, akkor itt a helyed. De nem azt mondom, hogy nem kell tenned semmit. Mert tanulnod kell, és hogy anyagilag is nyugodt legyél, el kell mesélni másoknak, hogy te hol vagy. És miért jó itt lenni. Jó? Úgyhogy várunk szeretettel. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, minden jót kívánok. Szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni a vezetőnek, Szellacsik Miklós mesterkócsnak ezt a rendkívül érdekes előadást, képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Immáron már vagy 10 éve, 2014 őszén. Akkor még nem is tudtam, hogy ebből ilyen jó dolgok kerekedhetnek ki. Egyszerűen kerestem a helyet, ahol kaphatok olyan információkat, vagy segítséget, hogy kilábaljak a magam által okozott problémákból. És hát úgy lehet mondani, hogy ez a 10 év, ez az elvárásaimon felül teljesített. Az elképzeléseimet messze túlszárnyalta az, amit itt kaptam a Szedlacsik Miklóstól, a tanításoktól, a
a csapattól, ami itt van, és a céltól, amit ki van jelölve. Én azt látom, hogy egyszerű hétköznapi emberek ide jönnek tanulni, és felelősségteljes emberekké válnak, akik tudnak bánni az életükkel, tudnak döntéseket hozni, nem lehet őket megvezetni, nem lehet őket félelembe taszítani, hanem igenis tudják, hogy mikor mit kell tenni, és látnak egy olyan jövőt, amiben van remény és hit. És ez nagyon fontos, mert azt próbálják most elvenni mindenkitől a hitét. És mi ezt éljük nap mint nap a feleségemmel, hogy meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat, mind egymás közt, mind a buktatókat, mindenre van megoldás, rá lehet jönni az előadásokból, képzésekből, beszélgetésekből. Ez egy hatalmas dolog, amit most hallottál és nézel. Ez valóban így van, és én is csak meg tudom erősíteni, hogy életem egyik legjobb döntése volt, amikor elkezdtük itt a tanulást. Hisz mindannyiunkban van egy dolog, amiben közösek vagyunk. Álmokkal, célokkal és küldetéssel érkeztünk. Szabadon érezni, szabadon dönteni, és boldogan szabadon élni. Igazán élni, élettel növekedni és fejlődni, félelem nélkül egységben élni. Hát ez az, amiről pont a mesterünk beszélt, amit el szeretnének tőlünk venni a mostani világban. Párom elmondta, mi már 10 éve itt tanulunk, és mi valóban megtapasztaljuk, hogy mindezt, amit most itt elmondtam, ezt úgy tudjuk elérni, ha a tudás van. És egy olyan tudás, amit valóban tudsz használni az életedben, a hétköznapokban, tehát bele tudod építeni. Abba a 10 életterületbe, amit ki volt vetítve előadás közben, az a 10 életterület, hogyha valóban nem vagy bármelyikkel is rendben, akkor nem működik az életed. És onnantól, hogyha már egyel nem vagy jóban, akkor ott borult minden. És tényleg nincs más lehetőség, csak az, hogy tudás és tudás, és ebben fogunk kapni egy olyan hatalmat, amivel elnyomókat mi szépen kezelni tudjuk. Aki kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobban vált az élete. Én azt javaslom neked is, hogy ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémián a tanulást, most, ne várj. Mert az idő azt telik, és hidd el, hogyha vannak problémáid, feladatod, és nem tudtad megoldani, azt nem fogod tudni, csak ha van hozzá megfelelő tudásod. Ezt megint megtapasztaltuk mi, amikor ide jöttünk tanulni, mi tényleg kerestük azt a tudást, amivel jobbá tudjuk tenni az életünket. Itt minden szerdán és vasárnap havonta átlagosan 30 óra képzésünk van, szerdánként 18 órától, vasárnap 16:30-tól. Ezek az előadások Budapesten az irodánkban vannak élőben. És ennek a képzésnek a értéke havi 200 000 forint, értékben kapsz mindennapokban használható ember- és életjobbító képzést, de most akciósan mindössze 19.700 forintért. Sőt, a második hónaptól úgy lehet mondani, hogy csak 12.500 forint. Ráadásul most ingyen kapsz egy szabad életet eredményező jövedelemszerző lehetőséget is. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, keresd magadnak egy szimpatikus PPH-st, ugye mindenhol fönn vagyunk Facebookon, TikTokon, YouTube-on hirdetünk, meg lehet minket keresni, segítünk a továbbiakban, hogy lehetsz te is tanuló, és hogy indulhatsz el a saját fejlődésed útján, hogy utána majd segíts másokon is, ha gondolod. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Ne felejtsétek a heti képzéseket, szerdánként 18-tól, vasárnap 16:30-tól, legközelebbi szeminárium 11. hó 10-én lesz, 11 órától a Lurdiban. A mai napot körbenállással fejezzük be, megfogjuk egymás kezét, mégpedig úgy, hogy a bal kéz tenyere felfelé, jobb kéz tenyér lefele mutasson. A végén nem tapsolunk, körbenállás után mesterünk PPH klubot fog tartani. Szeretném megköszönni itt a vége fele a sok szeretetet, ami a mai nap felénk áramlott tőletek. Ezt igyekeztünk visszasugározni, reméljük jól sikerült.
Sok sikert, eredményes napokat, és széles utat kívánunk mindenkinek hazafelé. Szeretünk benneteket. Sziasztok!